Csak nem 1000 középiskolás diák nyerhetett betekintést a dinoszauruszok világába március 27-én a Kölcsei Központban. Kalandozások a természet és műszaki tudományokban címmel indított rendezvénysorozatot a Debreceni Egyetem természettudományi és technológiai kara a fiatalabbak számára, hogy még vonzóbbá tegyék a természettudományokat. A természettudományok népszerűségét szeretnénk javítani ezekkel az előadásokkal. Azt szeretnénk megmutatni a diákoknak, hogy természettudományokkal foglalkozni, az menő, nagyon sok érdekes dolgot lehet megtanulni, és ráadásul a természettudományos területen, ha valaki tovább tanul, akkor nagyon érdekes munkákat lehet találni, amelyekkel nagyon jól megfizetnek a cégek is. Az első tudományos ismeretterjesztő eseményen az őslénytan érdekességeiről, az ásatásoktól a 3D modellezéséig hallhattak izgalmas előadást a résztvevők Ősi Attila paleontológustól. Megismerhetik a gyerekek, hogy milyenek ezek a csontleletek, hogy néznek ki sok millió év távlatából, mit lehet rajtuk azonosítani, mit mond, milyen egy koponyalelet, milyen egy csigolya, vagy milyenek ezek a fosszíliák, és hogy lehet ezekből bármit kiolvasni. Utána majd tovább megyünk, és azt megnézzük, hogy különböző ma már sok területen használt technika segítségével, például a CT vagy a csontszövettani vizsgálatok révén, hogyan látunk a csontok belsejébe, mit tudunk a szerkezetükből kiolvasni, mire tudunk következtetni, hogy tudjuk megállapítani azt, hogy egy dinoszaurusz mivel táplálkozott, hogyan mozgott, milyen gyorsan futott, vagy egyáltalán hogy nézett ki, miközben csak egy combcsontját vagy néhány csigolyáját ismerjük. A dinoszauruszok csak az első állomása volt a rendezvénysorozatnak. A diákok számos tudományos érdekességről hallhatnak még a közeljövőben.